Sziasztok! Elérhetővé vált a Windows 11 legújabb verziója 22H2. Sajnos az egy évvel ezelőtt közzétett videóban szereplő módszerrel már nem lehet telepíteni. Így most ebben mutatom be, hogy hogyan is kell megtenni. Keresőbe beírjuk, hogy Windows 11 letöltés. És a Microsoft oldalán szinte mindegy, hogy három módszer közül melyikkel akarjuk letölteni. Én most a harmadikat fogom választani legördülő menüből kiválasztjuk a Windows 11 Multi edition magyar nyelven kérem, és végül a letöltés 64 bites gombbal indítom a letöltést. Látható a nevében, hogy ez már a 22H2-es verzió. Miután lejött a letöltések mappával megkeresem, megnyitom és csatolja, mint DVD képfájt, setup elindítom, frissítést nem akarunk hozzá letölteni, és már is jön a szöveg, hogy nem lehet erre a gépet telepíteni, mert ez a gép nem felel meg a követelményeknek, de semmi gond, nem adjuk fel. Keresőbe beírjuk, hogy Media Creation Tool BAT. Az első lehetőséget kiválasztjuk, a zöld kód gombnál meg pedig megadjuk, hogy zippen kívánjuk megkapni a fájlokat. Miután kicsomagoljuk, megkeressük a Bypass 11 mappát, azon belül is a Skip TPM kezdetűt, ezt a kötegfájt indítom el, futtatom mindenképp, tisztában vagyok a kockázatokkal. Majd pillanatok alatt lefut, és zöld felirat jelzi, hogy valamit tett. Újra megkeressük az izófájt, csatoljuk, és elindítjuk újra a setupot. Nem reklamál már. Licensz feltételek elfogadását követően kérdezi, hogy milyen módon akarjuk telepíteni. Mi most meg akarunk tartani mindent. Na és akkor ha tovább megyünk írja, hogy telepítés kész. Kicsit vicces, mert Windows Server telepítőt hívja, de valójában szokásos Windows telepít. Na véget ért a frissítés. Az ennek meg kell maradni a moppa, megmaradt. <laughs> Rendszernél látható, hogy valóban 22H2-es került telepítésre. Na és akkor most örülünk legalábbis én örülök, hogy sikerült. Ne felejtjétek, hogy 10 napotok van visszaállni Windows 10-re, ha esetleg mégsem tetszik. Ezt a gépházban a Windows Update-en belül a helyreállítás menüben tudjátok megtenni. Ha tetszett, hasznos volt, nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel. Köszönöm. Sziasztok!